Ügyfélbarát szolgáltatás, az adóelkerülés megakadályozása, a fekete gazdaság kiszűrése. A NAV fő feladatai között ezeket említette a megyei adóhatóság igazgatója, Kazsuk Attila, aki a legutóbbi megyei közgyűlésen tájékoztatotta a szervezet munkájáról. Elhangzott, az igazgatóság szorgalmazza az elektronikus kapcsolattartás kiszélesítését az ügyfelekkel. 2018-ra pedig az életpálya modell bevezetésével az adóhivatal dolgozóinak illetmény alapja 50%. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatósága létszámát tekintve az ötödik legnagyobb igazgatóság az országban. 1115-en dolgoznak a hatóságnál, a szervezet szakmai tevékenységét az igazgató és öt igazgató helyettese irányítja. Az adóügyi szakma, az ellenőrzések, a folyószámla és végrehajtási szakmai terület, a vám és pénzügyűri tevékenység és a határrendészeti áru és utasforgalmi ellenőrzések szintén az igazgatósághoz tartoznak. A megye illetékességi területéhez tartozó adóalanyok 2016-ban 305,2 milliárd forintnyi adó- és járulékbefizetést teljesítettek. Az adózók száma növekedést mutat az előző évekhez képest. A NAV kiemelt figyelem fordul az elektronikus rendszereik, hálózataik fejlesztésére, ösztönzik az adózókat az ügyfélkapus regisztrációra. 2016-ban majdnem 1 millió bevallás érkezett az igazgatósághoz, ezek feldolgozása ütemszerűen történt. Az ellenőrzéseknél a szúrópróbaszerű vizsgálatokat felváltotta a kockázatelemzés alapján megvalósult ellenőrzések, amelyek nagyobb eredményeket és befizetéseket is hoztak. Az elmúlt években a jövedéki termékekkel való visszaélések, az áfacsalások feltérképezése óriási feladatot adott a pénzügyőröknek, az adóellenőrzések során pedig nagyobb együttműködést tapasztaltak a NAV munkatársai, a kiszabott késedelmi pótlékokat, bírságokat több esetben részletfizetéssel teljesítették az adózók. A behajtásokból származó bevétel tavaly 558 millió forintot tett ki. Kazsuk Attila, a NAV megyei igazgatóságának igazgatója a vendégünk. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Mi az, amit a tájékoztatás alapján elmondhatunk az adózási morállal kapcsolatban itt a megyében? Azt kell, hogy mondjam, hogy az adózási morál mi megítélésünk szerint évről évre javul a megyében. Mire alapozom ezt? Ez nem kincstári optimizmus. Ha megnézzük a számokat és a statisztikákat, akkor azt láthatjuk, hogy az elmúlt években folyamatosan a GDP növekedése fölött bővültek az adóbevételek megyénkben, illetve azt is láthatjuk, és az országos is azt gondolom, egy nagyon kiemelkedő és pozitív tény, hogy az országos átlag fölött bővültek a megyénkben a költségvetés bevételei. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban azoknak a bevezetett intézkedéseinknek köszönhetőek, amelyekkel folyamatosan szűkítjük az úgynevezett adórést, és ez országosan is elismeri most már az Európai Unió is, hiszen évekkel ezelőtt még 25%-os adórést állapítottak meg Magyarország tekintetében, és az elmúlt hónapokban látott napvilágot egy elemzés, ami viszont már 20%-ra becsülte az adórésünket. Mik ezek a bizonyos intézkedések, illetve milyen filozófiát követ a NAV az elmúlt években? Itt az elsőként talán az ügyfélbarát szolgáltatást lehet kiemelni, gondolom. Így van. Egy nagyon-nagyon fontos kérdésre kérdezett most rá. Mondhatjuk azt, hogy mi egy kétarcú adóhatóságot szeretnénk. Ez a kétarcúság, ez nem Janusz arcúság, mielőtt még bárki rossz indulatot feltételezne a szavaimból. Szeretnénk azt, hogy azok a kritikák, amik az elmúlt évben érték az adóhatóságot, okafogyottá válnának. Nagyon sokan kifogásolták azt, hogy az adóhatóság nagyon erős hatósági szemlélettel van az ügyfele iránt. Emellett mi szeretnénk megjelentetni egy másik szemléletet, ez pedig egy másfajta adóztatási filozófián alapul. Szeretnénk az ügyfeleinkkel egy ügyfélcentrikus gyakorlatot bevezetni. Mit is jelent ez az ügyfélcentrikusság? Ez azért már ismert volt az ügyfélszolgálatainkon, de szeretnénk más területeinken is megkonosítani. Ez azt jelenti, hogy az adózókat nem vesszük egy kalap alá, hanem különbözőképpen közeledünk azokhoz, akik az adóérdeket legsúlyosabban sértő magatartást tanúsítják, míg azokkal szemben, akik pedig másokból, mondjuk a logisztikájuk hiánya vagy jogszabályismeret hiánya miatt nem tesznek eleget adófizetési kötelezettségüknek, egy, hogy ön mondta, barátibb, megértőbb és egy elfogadóbb adóhivatalt szeretnénk láttatni.
Gondolom a szolgáltató adóhivatalt célozza az is, hogy nem csak az ellenőrzésekkel foglalkoznak, hanem amit mostanában kommunikálnak, az adóbevallások készítése egyre nagyobb feladata lesz az adóhatóságoknak. Így van. Ez is egy új terep, ahol szeretnénk kipróbálni magunkat, hiszen eddig az adóhatóság ellenőrizte az adóbevallásokat. Most ajánlatot teszünk az adózók és az állampolgárok részére arra, hogy elkészítjük helyettük ezeket a okiratokat. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt is az adózó centrikusság érhető tetten, hiszen ez nem kötelező. Nem kötelező igénybe venni az adóhatóságnak ezt a szolgáltatását. Aki úgy érzi, hogy szeretné kiváltani a kötelezettségeit, annak mi egy adó tervezetet, egy bevallási tervezetet fogunk elkészíteni, és lehetőség áll ennek az elfogadása, vagy kiegészítése, vagy kiváltsa a saját bevallási kötelezettségeit. De egy másik, sokkal érdekesebb területet is említsek, az pedig az ellenőrzés területe. Ugye itt azt gondolom még nagyobb merészség adózóbarátnak lenni, de én úgy gondolom, hogy az idei évtől bevezetendő támogató eljárás, ez mindenféleképpen pozitív visszhangot fog lelni. Miről is van itt szó? Ugye eddig is végeztünk kockázatelemzéseket az adózók között, de ha valakit kockázatosnak találtunk, akkor ellenőrzésre jelöltük ki. Most egy picit árnyaltabb lesz a kép, hiszen azoknál, akiknél nem a legdurvább adójogi érdeksérelmeket fogjuk tapasztalni, náluk támogató eljárást fogunk bevezetni. Nagyon örülünk neki, hogy a jogalkotó ezt az intézményt megalkotta, és ezáltal lehetővé válik az, hogy ezekben az esetekben egy önellenőrzésre szólítsuk fel az adózókat, érzékeljük azt a bevallásai az egyéb adataink alapján, hogy valami nem stimmel a bevallásával, megkeressük, megkérjük, hogy ezt javítsa ki ellenőrzésnél, sőt, ennél tovább is megyünk, hogyha kell, segítséget nyújtunk, a revizorok felveszik velük a kapcsolatot, és segítenek ezeket a kisiklásokat úgymond helyre tenni. Ez mindenkinek hasznos. Én azt gondolom az adózóknak is, hiszen így nem kell számítaniuk a bírsággal, és az adóhatóságnak is, hiszen a legolcsóbb és leghatékonyabb adó mindig az, amit önként fizetnek be az adózók. Azt gondolom, hogy ebben a filozófiában az adóhatóságnak őrködnie kell az adórendszer működése fölött. Nem veheti magára azt a terhet az önadózás rendszerében az adóhatóság, hogy mindenki helyett megállapítsa a befizetendő adóját. Ez továbbra is az állampolgároknak és az adózóknak a kötelezettsége lesz. Mi csak őrködni fogunk afelett, hogyha valaki ezt nem teszi meg, akkor megfelelő indítatást kapjon ehhez. Milyen új feladatai keletkeztek a közelmúltban az adóhatóságnak? Ugye az ESZIA bevallások mellett az ellenőrzés az a klasszikus, de van-e még valami más? Van, sokasodnak a feladataink, amit úgy gondolom, hogy az adóhatóság a személy bizalomjeleként kell megélni. Ön is tett említést már az SZIA bevallások elkészítéséről, aminek ugye már jelenleg is zajlanak a munkálatai. A támogató eljárás szintén elindult, az első ilyen kiértesítő leveleket már kiküldtük az adózóknak, és egy picit előre tekintünk, mondjuk egy másik szakterületünknek a végrehajtásnak a területén is elmondhatjuk, hogy nagy kihívások elé nézünk, hiszen 2018. január 1-től valamennyi végrehajtási cselekményt a közigazgatásban az adóhivatalnak kell majd elvégeznie. Eddig ugye az adóhatóság elsősorban pénzköveteléseket hajtott be, ebből is nagyon sok jogcímen, körülbelül 120 azoknak a jogcímeknek a száma, aminek a behajtása a mi kötelességünk, de ezen túl egyéb cselekményeket is nekünk kell elvégezni, csak egy példát, hogyha hozhatok, ha például az önkormányzat egy veszélyes épületnek a bontását fogja elrendelni, akkor ezt az adóhatóságnak kell lesz végrehajtania, fogalmatosítania. Természetesen ez egy komoly felkészülést kíván részünkről, hiszen ahogy mondtam, ez eddig idegen volt a mi gyakorlatunktól. Gondolom egy folyamatos képzés az, amit meg kell tenniük a munkatársakkal kapcsolatban, és a jövőjüket pedig az új életpályamodell azért talán egy kicsit pozitív irányba fogja terelni. Így van. A felvezetőben is elhangzott, hogy elindult a NAV életpályamodell. Ez azért volt fontos, mert bizonyos lemaradásban voltunk más közigazgatási szervekhez képest, és onnan is elindult egy humán erőforrás elszívó hatás, illetve azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a mi kollégáink általában kapósak a munkaerőpiacon is. És nyilván, ha magas színvonalú szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani, magas színvonalon szeretnénk a munkánkat végezni, akkor ehhez jó szakemberek kellenek. Így elkerülhetetlen volt az, hogy a NAV életpályával emeljük az adóhatóságnál dolgozók megbecsültségét. Mit fog ez számukra jelenteni? Ez három lépcsőben valósult meg, ez a bérfejlesztés. Első lépcsőben 15%,
második lépcsőben 5%, és 2018. január 1-ével éri el majd végül is a végleges bérbeállási szintet minden kollégám, akkor átlagosan újabb 15% béremelésben fognak részesülni. Látni kell azt, hogy ez a anyagi megbecsültség, ez már véleményem szerint elég lesz ahhoz, hogy itt tartsa a jó szakembereket, és versenyképes legyen a civil szférával. Kazsuk Attila, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk ma este.